2008-ban jelent meg az integrált közösség és szolgáltató terek kialakítását támogató pályázati felhívás. A kétlépcsős rendszerben először a címet kellett elnyerniük a pályázóknak, majd a beruházás támogatására is beadhatták igényüket a mezőgazdaság és vidékfejlesztési hivatalhoz. Pusztahencsén 2011 tavaszán kaptak értesítést arról, hogy 52 milliós támogatást nyertek a megvalósításra. Az időközben megnövekedett építési költségek miatt emellett más forrásra is szükségük volt. A képviselőtestület hosszas fontolgatás után döntött csak úgy, hogy belevágjunk, mert akkor már 72 millióra rúgott bruttóban a beruházás költsége, és hát azért azt gondoltuk, mivel ez az épület már annyira fekete foltjává vált a falu központnak, hogy azért kár lenne azt a elnyert támogatást elhagyni, tehát úgy döntött a testület, hogy adjuk be a beruházásra a pályázatot. Az MVH-tól elnyert támogatási összeg mellé még a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványtól sikerült nyerni 8.400.000 forintot, és a fennmaradó részt pedig, ugye Teit település vagyunk, a Teit bevételből 2 évre gondoltuk elosztani, mert 1 év alatt nem tudtuk volna pótolni azt a kieső részt. Ebből a 3 forrásból valósult meg végül a beruházás, amelynek eredményeként az egykori, egy igen modern, a kor követelményeinek megfelelő épületté vált. A 2012. márciusában megkezdett és idén január végén befejezett munkálatok nyomán az épület a pincétől a padlásig megújult. Az ott dolgozó szakemberek szeretnék tartalommal úgy megtölteni a házat, hogy minden korosztály megtalálja a kedvére valót. A régi programok mellett új ötletek is vannak. Az anyukáknak kreatív kimenő napot szervezni, ahol a gyerekek nélkül egy kicsit jól érezhetnék magukat, alkothatnának, illetve a Babamama klub, ami már régi, de azt most szeretnénk újra indítani. Aztán sportprogramokat szeretnénk többet szervezni, pingpongbajnokságot, éjszakai sportban gondolkodunk, hogy egy kicsit tovább nyitva lenne az intézmény, hogy aki este ér rá jobban, az is ki tudja használni a lehetőségeket. Aztán csocsóverseny, társas játékokat a gyerekeknek. A pusztahencsei integrált közösség és szolgáltató térben van információs pult, könyvtárterem, amely teleházként is funkcionál, öltöző, tálalókonyha, egy nagy hátsó terasz és egy 200 fő befogadására alkalmas nagy terem. Ez utóbbiban rendezték az IKST ünnepélyes átadását, ahol polgármesteri köszöntővel és helyi fellépők műsorával tették emlékezetessé az alkalmat. Egyben megtartották a rossz időjárás miatt elmaradt március 15-i megemlékezést is.